A Viktória Rehabilitációs Központ fenntartásának segítésére indult útjára a Viktória Pódium rendezvénysorozat, ahol különleges emberekkel találkozhatnak a vendégek. A színvonalas színes program egyúttal barátkozás egymással és Székesfehérvár kulturális sokszínűségével. Kedden immár a 20. ilyen estre került sor a nagy teremben. Nagyon nagy megtiszteltetés ez, személy szerint nekem is, és azt gondolom, hogy az egész rendezvénynek, a műsornak, hogy ő elfogadta ezt a meghívást. Remélem, hogy jó szájízzel és kellemes emlékkel, élménnyel fog távozni majd innen. A Kettcsináló Kulturmix esten Szarvas József invitálására különleges vendéget köszönthettünk Spány Antal megyéspüspök személyében, aki egy bensőséges hangvételű beszélgetésben ezúttal magánemberként mutatkozott be, stárta a szép számú közönség elé kivételes emberi útját. A Viktória otthon közel áll a szívünkhöz, hiszen ez egy különleges intézmény, amelyet különleges összefogással hoztak létre, és amelyben első perctől kezdve a különböző felekezeteknek is fontos szerepe volt. A katolikus egyház fontosnak érzi azt, hogy azokat az embereket, akik életüknek egy bizonyos helyzetében otthonba kerülnek, esetleg nehézségekkel kell megküzdeniük a mindennapi valóságban, a szeretetével körülvegye. Ferenci Nagy Boglárka és partnere Csáki Benedek, a Színművészeti Egyetem hallgatói, előadó művészként többféle műfajban villantják meg tehetségüket, ezúttal pályafutásuk legfontosabb mozzanatait idézték meg. A hagyományokhoz hűen egy tárlat is várta a vendégeket, ezúttal a MÁV Művelődési Ház Puspán Béláni által vezetett hímzőkörének munkájával és alkotásaival ismerkedhettek meg.